Nagyon fontosak az ünnepek az életünkben, karácsony, hiszen a karácsony arról szól, hogy nekünk embereknek a legnagyobb öröm az, hogy adhatunk. Idén egészen másképpen szólítjuk meg önöket, szólítjuk meg a vásárlókat, és szólítjuk meg ezzel a programmal a támogatóinkat. A 2020-as év az Adni Öröm adománygyűjtő akció számára is egy különleges év. A vírushelyzet miatt az eddigi személyes jelenléttel történő adománygyűjtést sajnos másik módszerré kellett átalakítanunk. De miután egy több évtizedes hagyományról van szó, egy olyan akcióról, ami egy tavalyi évben több mint 300 tonna élelmiszert juttatott el a rászoruló családok számára, úgy gondoltuk, hogy nem lehet eltekinteni ettől az akciótól, és más formában, de szeretnénk megvalósítani. A résztvevő áruházakban a vásárlók ezzel az adománytáblával fognak találkozni, keressék is, bíztatom őket, és az adománytáblán találják azokat a kis adománykártyákat, amelyekkel különböző értékben élelmiszerrel támogatják az élelmiszercsomag elkészítését. Ugyanilyen adománykártyákat találnak a tartós élelmiszerek között is a polcoknál, különösen azoknál, amit javaslunk, hogy egy adománycsomagba, egy élelmiszercsomagba támogatásként vásároljanak meg egy-egy rászoruló család részére. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei a háttérben garantálják azt, hogy ezeknek a kártyáknak az értékének megfelelő élelmiszercsomagok eljussanak a rászoruló családokhoz még karácsony előtt, és szebbé tehessük az ő ünnepüket. Kérem önöket, hogy az anyagi lehetőségüknek megfelelően támogassák ezt az akciót. Az Adni Öröm kampány és akció időpontja ebben az évben december 16-ától december 21-ig tart. Több mint 100 áruház fog részt venni az akcióban, és ezeknek az áruházaknak a pontos listáját az adniöröm.hu weboldal alatt mindenki megtalálhatja, de azt gondolom, hogy ha az áruházában nem találja meg az akciót, ott is a máltai támogató szokásos adománykártyával segíthet. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, okozzunk minél több embernek örömöt, akár meglepetést, mert ez az élet ígérete.